Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket és két hadtörténész kollégámat a stúdióban itt, dr. Ravasz István alezredes urat és dr. Horváth Csaba ezredes urat, akikkel most megpróbáljuk egy picit áttekinteni azt, hogy vajon miként is vezetett Európa útja vagy Magyarország útja a II. Világháborúban. Az 1930-as évekre jelentős változások történtek a világpolitikában és Európa helyzetében is, hiszen Németországban hatalomra került Adolf Hitler, és ez nagyon sok mindent megváltoztatott a versailles-i békerendszerrel kapcsolatban, és ez érződött Magyarország helyzetén is, amely olaszországi tájékozódás és Olaszországgal való együttműködés után Németország felé is orientálódott, hiszen Magyarországnak el kellett döntenie azt, hogy mely hatalmaktól próbál segítséget kapni azon revíziós célok eléréséhez, amely revíziós törekvések a teljes magyar társadalom támogatását bírták. Németország pedig érzékelte azt a helyzetet, ami bekövetkezett a nyugati nagyhatalmak hozzáállásában is, hiszen elsősorban az első világháború győztesei közé tartozó Olaszország, amely ugyanakkor a világháború győzteseinek nagy vesztese volt, utalásokat tett arra, hogy érdemes lenne felülvizsgálni a versailles-i békerendszert, és ennek a versailles-i békerendszernek a felülvizsgálatát Németország értelemszerűen támogatta és követelte, és hiszen Adolf Hitler megmondta, hogy nem kívánják elfogadni és fenntartani ezt a rendszert. Ennek a lépéseit végig lehet venni, hiszen Németország bevonult már mint katonailag a demilitarizált Rajnaövezetbe, a Szárvidék népszavazás útján ismét Németország részévé vált, ami egyébként korábban is az volt, és megkötötték a német-brit flotta egyezményt, ami azt jelentette, hogy Németország kitölt az elszigeteltségéből. Nagyon érdekes, hogy 1938. márciusára Németországnak sikerült elérnie az Anschlusst, amely Németország és Ausztria egyesülését és egyesítését jelentette. Az érdekesség ennek a dolognak az, hogy 1919-ben a német, illetve az osztrák szociáldemokraták követelték a két német állam egyesítését, illetve egyesülését, amelyet a versailles-i békerendszer megtiltott és a leghatározottabban megtiltott. Magyarország látva ezeket a sikereket, érezte, hogy Németország támogatására szükség van, és természetesen ez a támogatás olasz segítséggel tűnt volna megvalósíthatónak, pontosabban a támogatás eredményeként a majdani revízió. Ennek az egyik első és talán leglényegesebb eleme magyar szempontból úgy értékelhető, hogy 1938. augusztusában, amikor Adolf Hitlernél látogatását Horthy kormányzó és elutasítja egy esetleges Csehszlovákia elleni hadműveletben való részvételt, ugyanakkor, ugyanebben az időben az akkori jugoszláviai Bledben folynak már a tárgyalások a kisantant államok és Magyarország között, amely meglátásom szerint Magyarország számára az első kiugrási lehetőség a versailles-i békerendszer, a trianoni békediktátum szorításából. Olyan dolgot írnak alá a három kisantant állam vezetői, persze mi is, hogy nem támadjuk meg először a másik felet, mindezt egy olyan állapotban, amikor külön-külön is erősebb bármelyik kisantant állam hadserege, mint a Magyar Királyi Honvédség, tehát véletlenül sem támadtunk volna elsőként, mert akkor katonailag alul maradunk, nemhogy még a hárommal egyszerre, hiszen a kisantant egyik lényeg az volt, hogy ha valamelyiket támadás ér, másik kettő katonailag megsegíti, illetve még azt is el tudjuk írni, hogy a kisantant államai a végén már csak egyet akartak tőlünk cserébe, garantáljuk a fennálló határokat. Nem tettük meg, és így is aláírták a Bledi egyezményt. És ami azt hiszem nagyon lényeges, hogy igazán szerintem a trianoni békediktátumon ez az igazi nagy rés, vagy nem is tudom, hogy mondjam, csapás, hiszen a három kisantant ország elismeri Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát, tehát az addig titokban és sajnos nagyon nehéz körülmények között véghez vitt haderőfejlesztés egy nagyobb lépést kaphat, és ugye itt akkor utalhatnánk a győri program, ami korábban volt, de én azt gondolom, hogy itt a müncheni egyezménynek az egyik legfontosabb és leglényegesebb eleme Magyarországgal kapcsolatban, vagy Magyarországra nézve, a csehszlovák-magyar tárgyalások megindulása, hiszen a müncheni egyezmény előírja, hogy Csehszlovákia Lengyelországgal és Magyarországgal folytasson közvetlen tárgyalásokat, ami ugye, mint tudjuk, eredménytelen, de jön november 2-a bécsi döntés. Ugye elhangzott, hogy Lengyelország és Magyarország kap a müncheni egyezmény záradékában lehetőséget a közvetlen határtárgyalásokra Csehszlovákiával. Lengyeleknek sikerült tárgyalásos úton, és be is vonulnak az általuk igényelt területeken. Na, nem nagy területekről van szó, de megtehetik. Még Csehszlovákia az ipolysági tárgyalásokon alig ajánl föl valami ipolyság városát és sátorai új hely szlovákiai részét, amit viszont mi nem fogadunk el.
és éppen a Müncheni Egyezmény záradék alapján miszerint, ha nem sikerül megegyezni, akkor kérhetjük a döntőbíráskodást. Nagy-Britannia és Franciaország előre lemond döntőbíráskodási jogáról, de azzal, hogy elismeri Németország és Olaszország döntőbíráskodásának eredményét előre. Tehát tulajdonképpen az, ami majd november 2-án történik, az a nyugati államok számára is elfogadott. Hát én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy nemzetközi jogi értelemben egy teljesen korrekt, elfogadott egyezményről van szó. És én azt gondolom, hogy a helyzet gyakorlatilag 1939. márciusáig ebben az értelemben nem változik. És én ott látok egy töréspontot, amikor Németország 39. márciusában egyrészt lehetővé teszi az önálló szlovák állam létrejöttét, a másik rész pedig, hogy a maradék cseh és morva területekre bevonulnak. És ezzel én úgy vélekedem, vagy úgy látom, hogy a nyugatiak rájönnek, a nyugatiakat értem, a franciákat és a briteket, rájönnek arra, hogy Németország már olyan területek megszerzését is maga elé tűzi, amelyek nem tartoztak a német birodalomhoz, és Magyarországnak újra előhet az igénye Kárpátaljára, amit ugye a első bécsi döntés után nem sikerült visszaszerezni. Igen. És itt már azt hiszem részben fegyveres megmozdulás is történik, hiszen mozgósítás van is. Hát felvonulás, igen, tehát végül is felvonulás történik. De azt ne felejtsük el azért, hogy 39 legelején, januárjában már van egy felvonulásunk, és majdnem megindulunk. Ugye a magyar vezetés kér egy kis tanácsot, és végül is eljut ez a elgondolás Berlinig, és Berlinben azt mondják, most állj, most nem erről van még szó. Ez nyilvánvalóan egyértelműen azt jelzi, hogy a német elgondolások már itt szépen a háttérben mozognak, hiszen ne felejtsük el, hogy 38-tól már mennek a cseh-szlovák tárgyalások Amerikában, tehát a kinti emigráció már tárgyalgat a szlovák helyzetről, és ennek lesz az eredménye az, hogy a szlovák függetlenség ugye 39-ben kikiáltásra kerül, aminek eredményeként ugye Németország meg tudja lépni a csehországi hőnáhított iparnak a bekebelezését, amely legyünk őszinték, hadművészetileg is nagyon fontos lesz, hiszen nagy szüksége van Németországnak ezekre a gépgyárakra, amelyeket aztán Csehszlovákiába be tud kapcsolni a birodalmi érrendszerbe. Így aztán 39-ben, amikor a Magyar Honvédségnek megkapja a dukászt, hogy indulhat, akkor egy kicsit nagy gondok is vannak, mert nincsenek alakulatok a határ mentén felvonulva, így aztán gyorsan kell felvonultatni alakulatokat 39 márciusába. Sikerül nagy részleteket az alakulatokat összeszedni, megkezdődik a bevonulás, és akkor jön ismét ez a magyar virtus, amit nagyon jól tudunk, hogy ha már ideig bejöttünk, akkor egy kicsit még tegyünk hozzá, és akkor van az Ung völgyébe egy északnyugat irányba történő kis terület nagyobbodás, és itt szándék, aminek eredmény lesz aztán az első komolyabb légiharc. Az, hogy Németország már a térségben egyre inkább domináns, itt válik valóban nyilvánvalóban mindenki számára, de a mi számunkra is. Ugyanis tudjuk, hogy amikor József Tiso kikiáltatja, hát nem egyedül csinálja nyilván a Szlovákia függetlenségét, akkor azt Németország azonnal elismeri. Ezt ugyan, ha nem is jogilag, de hallgatólagosan elfogadják a nyugati hatalmak, mégpedig azért, mert 39. március 31-én két független állam, a Magyar Királyság és az úgynevezett Szlovák állam kétoldalú határszerződést ír alá, és elismerik egymással szemben fennálló határaikat, benne az, hogy Kárpátalja Magyarországé. Igen, de én azt gondolom, hogy ez már az az időszak, amikor a két nyugat-európai nagyhatalom, Franciaország és Nagy-Britannia látja, hogy itt más lesz a helyzet a jövőre nézve, hiszen ezt követően aztán megindulnak a különböző tárgyalások, britek, franciák, Moszkvába, majd németek, és hát jön a megítélésem szerint az egész időszak egyik legfontosabb eseménye, 39. augusztus 23-a a Molotov-Ribbentrop paktum, ami úgy gondolom, hogy a következő évek eseményeit meghatározza, és ugye ez az én számomra egy olyan üzenettel bír idézőjelbe, hogy két európai nagyhatalom érdekszférákra osztja ezt a területet, és mindenki a saját érdekszférájában azt tehet, amit akar. De lehet, hogy rosszul látom. Igen, ez azt hiszem, hogy megdöbbentő ez a szerződés. Mi tudjuk nagyon jól, hogy hivatalosan nem ez a szerződés, amiről mi most beszélünk, hanem egy felületes szerződésről van szó, gazdaság és egyéb más tartalommal. Viszont a háttérben valóban ott van a területeknek a leosztása. És legyünk őszinték, a német diplomáciának egy nagy sikere véleményem szerint ebben a helyzetben, hiszen semlegesíteni tud egy olyan nagy hatalmat, ha csak időszakosan is, aki veszélyes lehet a német terjeszkedési politikára ebben a helyzetben. Lásd már, hogy a Lengyelországot kell, hogy szem előtt tartsuk. Azt a Lengyelországot, amelyen ugye közös határunk alakul ki a Kárpátalja visszaszerzése után. Gondoljunk arra, hogy amikor Franciaországot legyőzik a németek, és persze megint a Molotov-Ribbentrop paktum kérdése az, hogy nyerjenek úgy, mint 1914-ben, hogy az oroszok sokkal gyorsabban mozgósítottak és felvonultak a hátukba.
nyugodtan fordulhatnak a franciák ellen, meg az angolok ellen is, bár ezt már Hitler nem feltétlenül annyira akarta, mint a franciák legyőzését, keletről nem várható katonai támadás a hátukba, nem is jött. Hát 39. szeptember hát 17-én a lengyel, nagy együttműködés a lengyelek szemben. Két szovjet hadseregcsoport indul meg szeptember 17-én Lengyelország ellen. Nem véletlen, hogy az a hadművészeti kísérlet, amit a lengyel hadsereg megpróbál Riksmigli marsall vezetésével megvalósítani, az sikertelenül válik. Tehát, hogy visszavonulnak nyugat felől a varsói vangorodi erődrendszerbe, amit ugyan az első világháborúban építettek ki, de akkor nem is lehetett elfoglalni, tehát elég erős volt, tele tüzérséggel. 17-én megindul a szovjet támadás, nem véletlen, hogy akkor meg is nyitjuk a lengyel határt, mert a lengyel hadseregnek vége, és a menekülteket befogadjuk. Ez külön érdemünk egyébként, de visszatérve a gondolatmenetre, tehát Franciaország legyőzésével Németország, na most, hogy ki kihez mikor csatolja vissza, hogy Elzász-Lotaringia az hol ide, hol oda, akkor éppen Németországhoz csatolták Elzász-Lotaringiát, és a Szovjetunió egy idézőjelben mondom, igen barátságos jegyzéket küldött Bukarestbe, miszerint az 1918 óta megszállt Besszarábiát, ugye mai néven Moldáviát, követelte vissza, és a 20 év megszállás kompenzációjaként Dél-Bukovinát, ami persze nem volt az orosz birodalom része, hanem az osztrák-magyar monarchiája, de hát ez volt a kompenzáció, és amennyiben ezt a román kormány nem teljesít, akkor majd a vörös hadsereg ennek érvényt szerez. De most igaz, hogy Romániának voltak területi garanciái Franciaországtól és Nagy-Britanniától, de őket éppen legyőzte Hitler. Igaz, és Nagy-Britannia nem kapitulált, csak kivont a csapatait, de nem volt abban a helyzetben, hogy a román terület... És hát a románok föl is mondták ezt a garanciát. És föl is mondták a románok ezt a garanciát, látván, hogy nem tudják úgysem érvényesíteni. Úgyhogy Románia elfogadta ezt a jegyzéket, és ekkor jött az a magyar lépés, hogy amennyiben Románia enged a Szovjetuniónak, akkor mi is érvényesítjük a területi igényeinket Romániával szemben. Fel is vonult mindkét hadsereg egymás határára. Természetesen Hitler azt nem engedhette meg, hogy ez a két ország, mikor ő máshová készül nagyobb hatalmak ellen, akkor egymással keveredjen háborúba. Tehát Hitler, és ezért tegyük hozzá, és Mussolini nyomására. A két ország tárgyalóasztalhoz is ült Szörényváron, Turnu-Severinben. Azonban ezek a tárgyalások sikertelenek maradtak, kudarcba fulladtak, és ellentétben 38-al, amikor mi kértük a döntőbíráskodást, Prága csak hozzájárult, most Bukarest kérte a döntőbíráskodást, és Budapest járult hozzá, hogy igen, akkor döntsen egy döntőbíráskodás, egy német-olasz. Ha jól emlékszem, a politika és a katonai vezetés, között némi ellentét volt, vagy ellentmondás volt a visszacsatolás ügyében. Nem azért, hogy ne szerezzük vissza Erdélyt, hanem Teleki, aki akkor már miniszterelnök, ugye Imrédi után, ő úgy gondolta, hogy önállóan kell megszerezni Magyarországnak, tehát mindenféle támogatás nélkül. Wert pedig szerintem nagyon helyesen látta azt, hogy a Magyar Királyi Honvédség 1940-ben nincs abban az állapotban, hogy Romániával egy háborút sikeresen megvívjon, tehát támogatókat kell találni, és ugye itt van a bizonyos értelme az ellentét, itt Csaba nagyon bólogat, lehet, hogy jól eltaláltam? Igen, igen, eltaláltam szerintem is. Tehát nagyon fontos volt a Teleki-vel ellentét ezen belül, és ugye Teleki volt az, aki Hortival is olyan viszonyt ápolt, hogy megmerte neki mondani, hogy szólj már a katonáknak, hogy ne politizáljanak, hiszen ők ezt politikai síkon tervezték lerendezni ezt a dolgot, bíztak benne, hogy sikerülni fog. Tudta, hogy a hadsereg még nem alkalmas arra, hogy egy erősebb román erővel össze, mert ha megnézzük az erőviszonyokat, megnézzük a Károly vonalat, megnézzük minden katonaföldrajzi adottságot, akkor én úgy gondolom, hogy elég komoly gonddal küzdöttünk volna, ha megindul ez a támadás, hogy a nagy Vilmos első hadsereg, ha megindítja az áttörést. De viszont az is nagyon lényeges kérdés itt ebben a helyzetben, hogy Telek ilyen szempontból nagyon jól látja azt, hogy ha most nem lépünk, akkor pedig lemaradunk erről a dologról, és a nagy nyomás jó hátulról, hiszen a magyar tárgyalások, magyar igények a tárgyalásokon minden területre vonatkoztak, 100.000 négyzetkilométerre vonatkoznak, és viszonylag a románokat, annak egy 10 kilométeres sávot a határon, tehát nyilvánvalóan nincs megegyezés. Tehát ez egy érdekes feszültséget teremt, és valóban ott a teljes haderő, egy ilyen 550 ezer fős haderő, az országban nem is maradt tartalék, tehát Magyarország, a Magyar Királyi Honvédség először kerül egy olyan helyzetbe, hogy napok választják el attól, hogy egy nagyon komoly összecsapás kezdődjön, és még egy gondolat, én úgy gondolom,
hogy azért ez a német külpolitikának megint egy hihetetlen formányos dolga, hogy az utolsó pillanatig kérezi a helyzetet, az utolsó pillanatban nyúl bele ebbe a dologba, ugye 28-án szinte azt lehet mondani, utolsó pillanatban, és akkor jön meg, lesz a döntés. Itt már a két ország között sokkal több a súrlódás, mint mondjuk magyar-szlovák viszonylatban. Hát igen, ugye ismerjük, hogy fölállítják a német-olasz bizottságot, amelyikhez lehet menni idézőbb panaszkodni, hogy a románok nem sokkal később, tehát alig egy esztendővel később bejelentik, hogy ezt ideiglenes állapotnak tekintik, nem fogadják el, úgymond a döntést nem tettnek Pontosan. Ellene. De én azt gondolom, hogy ezzel együtt és ettől függetlenül ez a valamivel több mint 42.000 négyzetkilométer, amit Magyarország, mint a keleti országrészek Igen. és Észak-Erdély visszakapott, megint azt az állapotot idézte elő az országba, amire utaltatok, hogy az eufória. És értek, van még egy utolsó mozzanat, és én azt gondolom, hogy talán erről még néhány mondatot kellene szólnunk, hogy Magyarország számára ugye nagyon lényegesnek tűnik, vagy legalábbis Teleki elképzelése miatt a déli irány. Vannak, akik úgy vélik, hogy Teleki úgy látja, hogy Jugoszlávián keresztül marad egy kapcsolódó pont az egyébként a németekkel már hatban álló Nagy-Britanniával, amelyen Magyarország fönntartja diplomáciai kapcsolatokat. Tehát, hogy ne legyen teljesen körbezárva vagy bezárva Magyarország. Nem tudom, mennyire helytálló ez a fölvetésem adott esetben vagy adott időszakban, hiszen aztán itt jön egy nagyon lényeges esemény 40. december 12-e. Igen, a telegiféle kiskapu elem az valóban működik véleményem szerint is, tehát az egyetlen kiárat, hiszen ha úgy veszük nyugatról, teljesen le vagyunk zárva diplomáciailag, át lehet repülni sok mindent, de hivatalosan nem lehet, mert azért le vagyunk zárva, Németország mindent lezárt, marad a déli irány. És akkor jön december 12-e, ami én úgy gondolom szintén a német külpolitikának egy nagyon jó lépés, hogy van egy kis sugallat ebbe, hiszen Németország ekkor már nagyon erősen készül Oroszország ellen. És a jobb szárny, tehát a Balkánnak a biztonsága a német tervekhez szükségeltetik, és az meg nyugodt balkáni helyzet kell. És ezért van egy nagyon jó üzenete annak, hogy mikor december 12-én aláírjuk ezt az örökbarátsági szerződést a jugoszlávokkal, akkor Németország is megnyugszik, és azt mondja, hogy rendben van a balkáni helyzet, nem lesz gond a román olajmezőkkel, hiszen biztosítva vannak, fel lehet készülni, hiszen akkor már erőteljesen készül a Barbarossa, készülnek a németek erre a tervre, és Magyarország megtette azt a lépést, amit tehetett ebben a helyzetben, és ekkor történnek meg azok az események, ugye majd márciusban, amelyekhez szinte senki nem számít, bár kellene, hogy számítson. Én azt gondolom, erről márciussal tudnánk zárni ezt a beszélgetést, egy mondatot tennék hozzá, hogy ugyanakkor a brit diplomácia részéről is olyan jelzés érkezik, ha nem tévedek, hogy Magyarországnak ezek szerint van még mozgástere, és Magyarország nem egy Németországhoz teljesen bekötött csatlós állam, itt a jugoszláv-magyar szerződés kapcsán gondolok. De hát ugye van egy másik szerződés, ami az említett márciust megindítja, a jugoszláv államnak vagy a királyságnak csatlakozása az említett három hatalmi egyezményhez 1941. márciusában, ami egy katonai hatalomátvételt népszerű nevén puccsot eredményez Belgrádban. És ennek mi lesz a következménye? Hitler egy ideig biztosítottnak látja a déli szárnyát, tehát a Balkánt, és úgy gondolja, hogy a jugoszláv királyi haderő, ha nem is fog részt venni a Szovjetunió elleni háborúban, de biztosítja a Balkánon az egyensúlyt és a békét, hogy ők nyugodtan harcolhassanak keleten. Na, ebbe a helyzetbe lép be a németek által nem várt olasz támadás. De az, hogy Albániát elfoglalják, az területüknek tekintik, Imperium Romanum Novum. Igen, nem csak az olasz hadsereg behatol a Görögországba, és a görög hadsereg viszont olyan mértékben arra győzelmet, hogy Albániát is kezdi visszafoglalni. Innentől viszont német katonai segítségre szorul az olasz haderő, és ebbe a helyzetbe robban az bele, hogy miközben stabilnak védik Jugoszláviát, Jugoszláviában ugye hiába írják alá március 25-én a három hatalmi egyezményhez való csatlakozás, 27-én megtörténik a katonai puccs, a légierő vezérkari főnöke Dusan Simovics tábornak átveszi a hatalmat, és azonnal negligálja a csatlakozást a három hatalmi egyezményhez. Ebben nem vagyok egészen biztos, mert az új jugoszláv kormánynak az egyik első nyilatkozata az, hogy érvényben lévőnek tekintik a három hatalmi egyezményt. Tehát nem akarnak ők a németekkel olyan szinten szerintem szembefordulni, de a brit és a szovjet támogatás, ami ezt a puccsot előidézi, ez egyértelművé teszi Németország számára, hogy itt legalábbis én így látom, nem lehet másként a jugoszláv kérdést kezelni, mint fegyverrel. Hát, ha egészen pontosan meg kívánjuk fogalmazni, valóban igaz, hogy Jugoszlávia, Dusan Simovics féle puccsal hatalomra került kormány nem óhajt konfliktus Németországgal, azért azzal tisztában vannak, hogy ezt nem nyerhetnék meg katonailag. De akkor, amikor ezt a nyilatkozatot kiadja, és deklarálja az eddig megkötött egyezményeket továbbra is érvényben lévőnek tekinti, akár katonai, akár gazdasági, bármilyen kulturális, stb. Egyezményekről van szó,
Ugyanakkor, hogy ezt kimondja, hogy érvényesnek tekinti, de ott van az is, hogy felkéri Németországot, hogy tárgyaljuk újra a viszonyunkat a három hatalmi egyezményhez. Tehát most elismerem, hogy aláírtuk, de tárgyaljuk újra az egészet. Jó, hát itt nyilván az erősebb ez és már... a gyengébbnek a része, és az erősebb pedig meghozza a döntését, ami Magyarország számára is pillanatok alatt döntési kényszert eredményez, hiszen a német döntés megszületik, hogy háború Jugoszláviával, és itt van a mi geokatona és egyéb politikai helyzetünk. Így van, az a rácféle geopolitikai helyzet, amit 36-ban azt mondja, nem tudunk kimaradni ebből a háborúból semmilyen módon, de azért az érdekes dolog, hogy 27-én pucs, 28-án már lezárják a magyar határokat a szervet, tehát teljesen hermetikusan hidakat, egyebeket előkészítenek, és egy dolgot még ne felejtsünk meg ebben az időszakban, amikor a görögök sikereket énekelve vannak angol csapatok a Peloponnészusz félszigeten, és azoknak a jelenléte eléggé veszélyeztet sok mindent, és elég sok minden jelt jelezhet, hiszen a Európa lágyaltest, vagy a Churchill-féle megfogalmazásokban előjöhet az, hogy akkor egy partraszállás esetleg onnan az abszolút üti a német elgondolásokat. És 18-ban is onnan indult meg az összeomlás. Ez egy érdekes helyzetet teremthet, és ebben a helyzetben van az, hogy a német tervek, amelyek ugye már az olasz megsegítésre mennek, ugye a Marita terv kibővül, és lesz egy kibővített Marita terv, amiben aztán a magyar elgondolásoknak is szerep juthat, illetve fel is kér, hogy a magyar erőt, hogy vegyen részt Jugoszláviának a 25-es számú hadműveleti terv alapján történő megsemmisítésére, hiszen máshogy nem fog megsemmisíteni. És azt hiszem, ez az a pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy eldől Magyarország sorsa abban az értelemben, igen, hogy a háború résztvevője válik, hiszen Németország Magyarország területén felvonult a csapatokat, előtte telekipál nem tudja feloldani ezt a dilemmát, én így látom, hogy most vajon elfogadjuk-e, hiszen területeket lehet visszaszerezni, egy 20 éves revíziós politika újabb sikerét, de van egy szerződésünk ezzel az állammal és öngyilkosságot választ, viszont ha azt kell mondanom, akkor talán mondhatom azt, mielőtt elköszönök önöktől, hogy a magyar politika végülis egy olyan döntést hozott a legfelső honvédelmi tanács ülésén, miszerint Magyarország akkor lép csak hadba Jugoszlávia ellen, ha Jugoszlávia mint állam fölbomlik, a magyar kisebbségeket veszély fenyegeti, és politikai vákum alakul ki, és az a vákum gyakorlatilag 1941. április 10-ével létrejön, hiszen Horvátország kikiáltja önállóságát, és az ország vezetése úgy gondolja, hogy ezzel megszűnt a jugoszláv állam, és április 11-én ugye a Magyar Királyi Honvédség csapatai, a kijelölt csapatok, a mozgósított csapatok elindulnak az egykori Jugoszlávia területére, de ugye azzal a határozott utasítással, hogy szerb területre, tehát a történelmi Magyarországon kívül nem lehet menni, hogy ezt betartják, vagy nem, ez egy másik kérdés, de erről azt hiszem, kedves nézőnk, a következő beszélgetésünk elején még néhány mondatot szólunk.